17 közművesített építési telket hirdetett meg az önkormányzat kedvezményes áron a családi otthonteremtési kedvezményre, vagyis a csokra jogosultak körében. 7 család élt ezzel a lehetőséggel. Őket köszöntötte Cunyiné dr. Bertalan Judit, a térség országgyűlési képviselője, és dr. Molnár Attila polgármester a Városházán. A kormányzati támogatások mellett szükség van fiatal magyar családokra gyermekvállalási kedvel, mondta Cunyiné dr. Bertalan Judit, aki a csok mellett a családalapítás támogató más intézkedésekről is szólt. Ott van az első házasok adó kedvezménye, ott van a gyermekek utáni családi adózásnak a lehetősége, ami azt gondolom, hogy most már kezd Európában is egyedülálló adózási környezetként megjelenni. Ott vannak azok az egyéb lehetőségek, amelyek akár a lakásépítésnél, lakásvásárlásnál, ugye már a régi Szockol néven ismert konstrukciónak az átalakításával már a 10-14-es ciklusban is megpróbálkoztunk, és gyakorlatilag ennek a ciklusnak a terméke és a teljesen új családfelfogás és közösségerősítésnek a szimbólumává vált a csok, úgyhogy nagyon, nagyon üdvözlöm minden olyan település döntését, aki ehhez konstrukcióval, programmal tud csatlakozni, és valóban ez egy nagyon fontos a településen tartás érdekében. Dr. Molnár Attila polgármester a gondoskodó önkormányzat fontosságáról beszélt a találkozón. 70 éven felettieknek biztosítjuk azt, hogy az ő rájuk eső szemétszállítási költséget átvállalja az önkormányzat, tehát nekik ez ingyenes. A kismamáknak biztosítjuk az ingyenes utazást, hogy a minden születendő gyermek után egyszeri 100.000 forintos kerengyepénzi utatást ad az önkormányzat. Biztosítjuk a városban lévő valamennyi diáknak a tömegközlekedését, azt is ugye annak a költségeit is mi vállaljuk át. Csatlakoztunk a Burza Hungarika felsőoktatási ösztöndíj programhoz. Most képviselőasszony segítségével is próbálunk néhány olyan pályázaton is részt venni, ami elsősorban a lakhatást fogja majd segíteni, ezek az úgynevezett FOP-os pályázatok. Ebben a lakások, bérlakásoknak a kialakításától elkezdve a Komárom Hazavár felsőoktatáshoz kapcsolódó programok bevezetését is szeretnénk megvalósítani. Szabó Angéla jelenleg társasházban él 3 gyermekével. Nagyon örülnek a kedvezményes telekvásárlási lehetőségnek. A kedvezmény, mivel 3 gyermekem van, így 30%-os kedvezményt jelentett ez a telekvásárlásnál, ami én szerintem ez egy nagyszerű lehetőség, főleg a 2, akár 3 gyermekesek számára is. Amelyik utcát választottuk, mert 2 utca lehetőség volt, egyik a Laktanyaköz, másik a Georg-Richárd utca. A Georg-Richárd utca az egy eléggé zárt, vagyis egy zsák utca, és csendes, frekvenciált helyen van, úgyhogy szerintem kiváló lehetőség lesz a családok részére, hogy ott teremtsünk egy jó otthont a gyermekeink számára. Az önkormányzat folytatja a kedvezményes telekértékesítési programját. A kedvezmény a gyermekek számától és a telek nagyságától függően 100 000-es vagy akár milliós tétel is lehet.